délutáni zenés műsorhoz használt hangszereket is abból a támogatásból szerezték be a Szent Kristóf házban, mely még a pandémia előtt, az adventi jótékonysági futáson és jótékonysági estéjén gyűlt össze. A több mint 8 milliós forrásból az elmúlt időszakban rengeteg fejlesztés történt, felújítás, eszközbeszerzés és egy új, mozgáskorlátozottak szállítását segítő autó is, és ez még csak néhány azok közül a fejlesztések közül, amit a Maroshegyi Szent Kristóf háza támogatásnak köszönhetően tudott megvalósítani. Hadnanhalmán voltunk, busszal mentünk. Az adomány jó része pedig úgymond élménnyé változott. Hogy milyenné, arról maguk a gondozottak beszéltek szerda délután Maroshegyen. Balatonon voltam, és vonattal mentünk reggel, és hát csak térdig tudtunk a vízbe menni, de annyira rajongtunk érte, hogy mindig azt akartuk, hogy menjünk még vissza. Busszal mentünk, elmentünk a Fehér Palotába. Minden csapatnak volt egy pályája, és mindenki megfoghatta a golyót, és úgy jutottuk a golyót a... Mint a szomét? Persze, mint az otthon vezetője mondja, az eredeti cél is ez volt, hogy a fiatalok mindennapjait tegyék élménygazdaggá. A legmeghatározóbb az volt, hogy ténylegesen a fiataloknak a mindennapját tegyük szebbé, élvezetesebbé, sokrétűbbé, illetve hogy amennyire lehet a társadalom még aktívabban megjelenjen az életükbe, menjünk, akihez el tudunk menni, amilyen programon részt tudunk venni, és természetesen itt a háznak ugyan mondhatjuk azt, hogy szép a ház, de mindig vannak szükséghelyzetek, amit bővíteni kell, át kell alakítani, fel kell újítani, úgyhogy tulajdonképpen ezek voltak a fő célok. A kirándulások szervezése, az eszközbeszerzés és a felújítás mellett a ház kertjébe egy mezitlábas parkot is építettek a fiatalokkal együtt. Így a jótékonysági eseményekből és az önkormányzati forrásból összegyűlt adomány elmondható, hogy egyértelműen jó helyre került az itt élő fiatalok nagy örömére. Köszönöm!